tanulmány sorozat a klímasemleges Magyarország elérésének megalapozásáról. Erről fog most beszélgetni következő vendégünkkel, Nemes Gábor Csabával, a Laudato Si Alapítvány elnökével, vezetőségi tagjával, animátorával. Ez talán a legfontosabb. Igen. Egyik animátor. És a Nemes Csaba barátom, aki a kötetet szerkesztette, illetve majd a bemutatón is házigazda lesz, névrokonom Nemes Csaba, és én pedig ugye Gyöngy Ádámmal, Nemes Gábor, Laudato Si animátorok vagyunk. Így van, ugye, illetve hát a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület, ha jól tudom, akkor ez a tanulmánysorozat itt leginkább ebben a sajátosságában vett részt ennek a szerkesztésében. Igen, többen az Egyesület részéről, így Nobilis Mário atya, Zlinszky János, akik szintén ebben részt vesznek egy-egy tanulmánnyal. Majd megbeszéljük, több tanulmány van ebben a kötetben, nagyon izgalmas témák, úgyhogy mindenkinek szeretettel ajánlom. Nagyon érdekes, hogy ugye ez a tanulmánysorozat, ugye ez a harmadtan kiadó, illetve a Green Policy Centernek ugye közös munkássága, de hogy volt egy rendezvény, nem is olyan régen, még a nyáron, ami a 2050-es magyar klímasemlegességi cél eléréséről szólt, ez egy online esemény volt. Ez a tanulmánysorozat, ez a kötet, ez tulajdonképpen szintúgy erre a 2050-es célnak az elérésére fókuszál? Igen, hát ez egy nagyon fontos távlati cél Magyarország klímasemlegessége, és ebben a világon nem olyan sok ország volt, aki ilyen korán ezt meghirdette. Tehát ez a tanulmánysorozat, tanulmánykötet, amit ugye Huszár András, a Green Policy Center vezetője szerkesztett, ez csatlakozik ebbe a korábbi tanulmánykötet sorozatban, ami tulajdonképpen ugye környezet és társadalom 21. századi forgatókönyvek. Ez magának a sorozatnak az eredeti címe, a sorozat szerkesztője pedig Nemes Csaba, és ez a harmadtan kiadó és a Budapesti Corvinus Egyetem Környezettudományi Intézetének közös kiadása. Ez egyébként egy korábbi kiadvány, Béres Tamás, talán meg tudjuk mutatni a nézőnek, a Hálás élet művészete. Ez a címe bevezetés az ökoteológiába. Egyébként érdekesség, hogy ennek a most megjelenő kiadványnak szintén szerzője, társszerzője Béres Tamás, a evangélikus egyház részéről, és hát ez egy ökumenikus alkalom, mert ugyanígy Kodácsi Tamás is társszerzője az egyik tanulmánynak, a református egyház részéről. Ugye, ha jól tudom, akkor ez a kötet azt a címet kapta, hogy a természet könyvének újranyitása? Igen. Ezt így értjük, hogy természet könyvé, hogy mit jelent ez, hogy újranyitása? Itt mit kell ez alatt értenünk, hogy újranyitni a természetet? Hát, hogy új alapokra kellene helyezni az életünket, a természettel való viszonyunkat. Tehát ez a kizsákmányoló időszak, ami az elmúlt évtizedeket vagy két évszázadot jellemzi, ezt kellene megújítani és újra kinyitni a természet könyvét, közelebb kerülni a természethez olyan módon, hogy kevesebb sebet ejtsen az ember a természeten. Most a hétvégén voltam egy kis faluba, és ott volt egy háznak a roma, tulajdonképpen csak egy kis rom, két ablak ott volt, és a többit már így széthorták, vagy elemésztette a természet, és a fa kinőtt benne. Tehát sok ilyen fényképet látunk. Igen. Tehát, hogy ugye a természet visszaveszi tőlünk, de fontos ez az újranyitás azt is jelentse, hogy ugye klímasemlegesek legyünk, és hát rengeteg minden mást is. Tehát, amikor hírekben megjelenik, hogy a műanyag szennyezettség hazai vizeken eléri, vagy meghaladja a Gangesznek a műanyag szennyezettségét. Nem olvastam a tanulmányt, de olvastam magát a hírt. Akkor azért el kell gondolkodni, hogy van itt teendő. Érdekes, hogyha viszont van itt teendő, ugye most volt előző két héttel ezelőtt, ugye a Planet 2021, néhány héttel előtte szintúgy hasonló időtájban ugye a COP26, ugye egyes országok, ugye ez a Párizsi Klímaegyezménynek ez egyfajta folytatása volt. Így. De hogy ők például nem 2050-re gondoltak, hanem 2030-ra, ami hát már itt van a nyakunkban. Hogy ilyen eltérő a dátumok, hogy két évtized
és itt a magyar viszonyokban két évtizedek későbbi célokról beszélünk. Hát Magyarország a első között írta ezt alá, tehát ez egy nagyon ambiciózus cél. Az kétségtelen, hogy különböző országok különböző módon tartanak ebben a klímacél elérésében, és én azt gondolom, hogy a figyelem felhívására, az egyéni tennivalók, illetve a közösségi tennivalókra egy jó példa lesz ez a kis új kötet, 166 oldal, 7 tanulmány összesen, talán majd egy párat meg is nevezhetünk, amelyek elég széles spektrumban, és ahogy mondtam, ökumenikus alapon, tehát katolikus, református, evangélikus szerző is található. Egy hölgy, urak írnak erről, az élet különböző területeiről, tehát nagyon, nagyon fontos lesz, én azt gondolom, a holnap esti könyvbemutató után az, hogy ezt forgassuk, és talán majd egy-egy szerzővel is még találkozhatunk itt a stúdióban a jövő év folyamán. Ugye vannak, hogy ha már ugye, kérte, hogy említsünk néhány címet, hogy van a szép és a hasznos védelmében, a természet megőrzésének konzervatív útja, ez, ha jól tudom, a legelső tanulmány, akkor környezetvédelem, mint hazaszeretet. Ha már itt megemlítettük, ugye akár a Tisza folyót is, a megtestesülés és a teremtésvédelem 21. századi környezeti kihívások keresztény szemmel. Melyik az egyébként, amihez ő Nemes Gábor írt hozzám? Vagy hát én szerint társszerzője vagyok az egyik tanulmánynak. Gyöngy Ádám barátommal közösen írtunk a kapitalizmus ráncfelvarrása, ez a címe. Tehát abba gondolkodunk ebben a tanulmányban, hogy hogyan lehetne a kapitalizmust is egy sokkal emberbarátabb és környezetbarátabb működésre sarkalni. Tehát a kapzsi csak és kizárólag profitorientált módot leváltani, és végre meghaladni a Milton Friedman doktrinát, és ugye nemrégiben hunyt el Csíkszentmihályi Mihály, aki ugye a Flow-nak a megalkotója, és arra gondoltunk, hogy milyen jó lenne, hogyha a természet flója is létrejönne. Egyébként a természetért önmagában nem kell aggódnunk, itt inkább arról van szó, hogy az ember saját magának árt ezzel. Tehát flow az emberért, flow a természetért. Ez az egyik gondolat, és én azt gondolom, hogy a rendszereket időnként felül kell vizsgálni, hát ez egy szerény ráncfelvarrás címet adtunk ennek a tanulmánynak, és azt gondolom, hogy ennek abszolút itt az ideje. Itt ebben a tanulmányban, amit ugye ketten írtak Gyöngy Ádám barátjával. Mik azok itt a kapitalizmuson belül, mik még azok a további kis pontok, amiket megfogalmaztak, hogy akár érdemes lenne újra egy kicsit új szemszögből is megvizsgálni? Hát az, hogy egy cégnek, egy üzleti tevékenységnek nem lehet a kizárólagos célja a profit maximalizálás. Ez egy korábbi tézis, sajnos ezt meg kell haladni, és nagyon érdekes, az egyik világcég vezérigazgatója néhány hónappal ezelőtt távozni kényszerült egy szervezetből, és most egy ilyen vallomást tett, hogy tulajdonképpen hogy is volt az, és bizony egész kis, ahogy a hírekben írták, egész kis tulajdonosok hát megbuktatták, és azt mondta, hogy azért, mert túlságosan elhanyagolta a profit maximalizálás gondolatát, és inkább a cégnek a általános tevékenységébe az értékteremtés, a földnek a megfelelő használatát tette. Tehát ez egy viaskodás tulajdonképpen ezen a szinten az üzleti világ részéről, hogy melyik kerekedjen felül. De nagyon fontos tudni azt, hogy igenis vannak cégvezetők, vannak tulajdonosok Magyarországon is, akiknek ez nagyon-nagyon fontos, hogy mi az az érték, amit teremtünk, mi a célja a tevékenységünknek, és mellette természetesen a profit, meg a megélhetés, az nagyon fontos, mert egyébként ugye tönkre megy a cég. Tehát nagyon izgalmas, ugye a Corvinus Egyetemet is említettem, itt is van a keresztény elvek a gazdaságban. Igen, tehát beteg. Így van, Baricz Laura nővér vezetésével.
Tehát, hogy ennek helyt kell adni, terepet kell adni, hogy végig gondolják jelenlegi hallgatók, fiatalok, egyetemi hallgatók, üzletemberek, és hát hál' Istennek vannak ilyen üzleti körök Magyarországon is, és nemzetközi poronon is, akik ezt középpontba helyezik. A tanulmány mikor lesz egyébként elérhető maga? Ha jól tudom, akkor lesz ugye december 18-án egy könyvbemutató? Nem, ez már holnap. Ez holnap van ez a könyvbemutató? December 8, 18 óra, talán így pontos, tehát december 8-án, 18 órakor, 6 órakor a Kossuth Klubban. Úgyhogy szeretettel várjuk a kedves nézőket, a Katolikus Televízió nézőit. Ezen a könyvbemutatón kedvezménnyel meg lehet majd venni ezt a kötetet, és biztos vagyok benne, hogy Nemes Csaba és Huszár András, és akik még közreműködnek, ott a bemutatón is nagyon magvas gondolatokat fognak hozzáfűzni. Úgyhogy én nagy örömmel beszélek majd később is erről a kötetről, amikor már majd megjelenik. Most talán csak kedvcsinálónak még néhány nevet hadd mondja. Hogyne. A tanulmánykötet szerzői közül, tehát többeket már ugye említettünk, de talán fontos még megemlíteni a hetedik tanulmány szerzője, Zlinszky János, aki ugye az SDG-kről, tehát a fenntartható fejlődési célok, a klímacél, a párizsi szerződésről ír. Azután fontos tehát megemlíteni, hogy Domanecki Orsolya, környezetvédelem, mint hazaszeretet. Tehát megint egy egész más aspektus, és női szemmel ennek a megközelítése nagyon izgalmas. Én sorolhatnám, ugye az első tanulmánykötet szerzője Bartus Gábor, aki a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsnak a titkára, és ugye ez nagyon fontos itt, hogy a természet őrzés konzervatív útja, és hozzá kell tenni, hogy a parlamentnek a bizottsága ez az NFFT, tehát itt aztán a kormány és az ellenzék ebben találkozik. Említettük ugye Béres Tamást, Nobilis Máriot, Kodácsi Tamást, és akkor ne hagyjuk ki Kerekes György, a klímaváltozásról, a felelősségünkről beszél, és Marsai Viktor pedig afrikai klímaváltozás és a kihívások európai hatásáról. És remélem, hogy senkit nem hagytam ki, de aki kézbe veszi majd ezt a kötetet, az mindenképpen el tud mélyülni egy-egy tanulmány gondolataiban. És bízunk benne, mi is edukálódunk, tanulunk abban, hogy hogyan is tudnánk ez az új, hát illetve nem is annyira új, de társadalmi kihívást tényleg jól kezelni. Nemes Gábornak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Én köszönöm a lehetőséget.